Nem leszünk pénzbővében ebben az esztendőben, ennek megfelelően a takarékos működés a vezérelve az idei megyei költségvetésnek, mondta Fehérvári Tamás elnök. Az állami támogatások nem növekednek jelentősen, így csinyán kell bánni a forrásokkal, tette hozzá. Eléggé nehéz helyzetben vagyunk, hiszen évek óta nagyon-nagyon minimálisan növekszik az állami támogatás, és tudni kell, hogy a megyei költségvetések az állami költségvetésből kapják az apanást. Sokkal több pénzt el tudnánk hasznos célokra költeni, de hát most ami van, azzal kell gazdálkodnunk. A költségvetést is hasonló módon terveztük, alapelve az volt, hogy takarékosan, és arra blazírozva, hogy az év végéig kihúzzuk, úgy kell felállítani a számokat, hogy menet közben tudunk még változtatni pozitív irányba, de negatív irányba ne kelljen. A tavalyi évi pályázati lehetőségeket 100%-ban kihasználta Tolna megye. Hogy az idén lesznek-e plusz megpályázható források, egyelőre még nem ismert. Bízunk abba, hogy javaslat, meg ötlet végig szalad a rendszeren, és hamar hozzájutunk, hogy a tartalék maradvány pénzekből ismételten nyitnak egy kört, úgyhogy lehet még számítani különböző tengelyeken pályázati forrásokra. Mi azt gyorsan akkor kipályáztatjuk, településeken múlik nyilván, de tudjuk, hogy van annyi pályázat, hogy el fog fogyni a pénz. Tolna 109 címmel látott napvilágot a megyei marketing koncepció, melynek célja a helyi értékek felmutatása. A koncepciónak az a lényege, hogy minden egyes települést bekapcsoljunk egy közösségi térbe. Tehát amellett, hogy a fő feladatunk a megye és a területfejlesztés, mi kijelöltünk még magunknak ezen kívül egy feladatot, amit azt hiszük, hogy akkor működik jól a területfejlesztés, hogyha egyben közösségeket is fejlesztünk. A koncepció lényege, mondta Orbán Attila alelnök, hogy a jó példákat összegyűjtse, és mindenki számára elérhetővé, megismerhetővé tegye.